Itt a FAD Domboriba vezető elágazásnál okozott kis hián balesetet a most mindössze 21 éves sofőr még tavaly nyáron, alig másfél évvel azután, hogy jogosítványt szerzett. Öten utaztak mellette és mögötte a kocsiban, amikor egy figyelmetlen sofőr véletlenül kikanyarodott eléjük. A későbbi vádlott lassított, majd az autó után eredt, megelőzte és hirtelen büntetőfékezni kezdett. Indokolatlanul hirtelen megállásig fékezte az által vezetett járművet, melynek következtében sértett is megállt a járművével, az ütközés elkerülése véget, a két jármű közötti távolság néhány méterre csökkent. A járművek ütközését sértett, csak nagy intenzitású fékezést követően teljes megállással tudta elkerülni. A szexádi sofőr ezután kiugrott a kocsiból, és a másik autó vezetőjét kezdte inzultálni, majd kétszer ököllel a szélvédőit is megütötte, végül leköpte. A rendőrök még aznap elfogták. Vádolom közúti veszélyeztetés büntettével és garázdaság vétségével. A BN 422. szakasz harmadik bekezdése szerint abban az esetben, hogyha vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmények elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, indítványozom, hogy a bíróság 1 év 10 hónap végrehajtásában 2 év 8 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélje. Vagyis az ügyész azt kérte a bírótól, ne küldje rá csok mögé a férfit, ha az beismeri az ellene felrott tetteket. A vádlott végül semmit sem tagadott az előkészítő ülésen. Azt mondta, nagyon megbánta a büntetőfékezést, és azt is vállalta, hogy írásban bocsánatot kér a férfitől, aki ellen a törvénysértést elkövette. A bíró végül garázdaság és közúti veszélyeztetés miatt ítélte el. Ezért halmazati büntetésül 1 év 10 hónap szabadságvesztésre és a közúti járművek vezetésétől 3 évi eltiltásra ítéli, a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg, azonban ennek végrehajtását 2 év 8 hónap próbaidőre a bíróság felfüggeszti. Amennyiben utólag a szabadságvesztés végrehajtásra kerül, úgy legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon lesz feltételes szabadságra bocsátható. A bíróság elrendeli a próbaidő alatt a vádlott pártfogó felügyeletét, külön magatartási szabályokat is ír elő, így a vádlott vegyen részt indulatkezelési és agressziókezelési tréningen. Valamint arra is kötelezte a fiatal férfit a bíró, hogy kérjen bocsánatot az áldozattól. Ő tudomásul vette az ítéletet, ugyanúgy, mint az ügyész, így további tárgyalásra már nem lesz szükség.